Drogba, M60M. Ez a világ legnagyobb függesztett műtrágyaszórója, világ legnagyobb sorozatgyártású függesztett műtrágyaszórója. Ez egészen 5550 literes, 6 tonna maximális terhelhetőséggel rendelkezik, 42 méter a maximális munkaszélessége. Egy hatalmas jószág, tehát itt ilyen 350-400 lóerős traktorok szoktak elé menni. Itt egy kerekes vázon látszódik. Ez egyébként mind súlymérős rendszerrel rendelkezik. Természetesen az automata kalibrációs, annak nagy előnye az automata kalibrációnak, hogy gyakorlatilag általában a gép az, ami nem ront, hanem inkább a kezelő, így gyakorlatilag a számítógépre van bízva a működése a rendszernek. Tehát haladás, nem csak, hogy haladási sebesség arányos, hanem a súlymérős rendszer automatán folyamatosan kalibrálja, hogy mindig a beállított érték szerint menjen ki a mennyiség. Itt látszódik nagyon sok vezérlő számítógép, itt lehet az, hogy saját monitoros rendszerről menjen, tehát a kalibrátor TOC-ról, illetve lehet izobuszos rendszerről, vagy egy izobusz konverterrel, egy kalibrátor TOC-os átalakítható izobuszossáként fog működni. Itt többféle sorvezetővel össze lehet kapcsolni, amik szerint automatán hozamtérkép arányosan működik. Itt egy T-Jet Matrix 908-as, egy Topcon, egy Aglider, illetve egy Raven látható. Ezeken tud itt a gyár például tesztelni. A gépnek a különlegessége például itt, hogy maga a ponyva mozgatás is hidraulikusan történik, tehát nem kell a fülkéből kiszállni, még a ponyvának a felnyitásához lehet gyorsan egy nagy homlokrakodóval bepakolni. Itt például másik érdekesség, itt maga a hajtás, tehát ez nem TLT-vel, hanem egy hidromotoros hajtással. Hát itt leginkább a Bögbánál akkor szoktunk ilyet ajánlani, hogyha a traktornak nincsen TLT-je. Egyébként a legmegbízhatóbb maga a TLT hajtás, egy nagyon egyszerű megoldás. A gépet nagyon szépen el lehet mosni, mosási pontok ki van alakítva, itt például, illetve itt középen, ott még deflektorok is vannak, illetve itt is van a vázba, tehát a nehezen elérhető helyek is így könnyedén elérhetőek. Vagyis hát a nehezen elérhető helyekre is bemegy a vízsugár, tehát nagy nyalású mosóval szépen be lehet fújni. Maga a világítás is egy nagyon komoly ledes világítás, tehát ez nem törik minőségi anyagból van, erős műanyagból. Extra széles védőburkolat van a Bögbálnál. Itt látszódik, hogy ez nem dobálja össze a traktort. Nincsen ilyen probléma. Ami a Bögbálnak érdekessége, hogy a forgási rendszer, ezek mind összefelé forognak, szórólapátok, táblaszél szórásnál pedig kifelé. Kivéve, hát most már az új rendszer szerint pedig a szakaszoló motorokkal lehet elvégezni akár a normál táblaszél szórást, amikor fél munkaszélességgel vagyok a táblaszéltől. A kieresztő nyílása ennek a hatalmas, tehát 650 kg ki tud menni percenként,
itt lehet látni a kieresztő nyílásokat, a mikroszóró esetén pedig akár még egy apró magvetés is megoldható ezekkel a hatalmas műtrágyaszórókkal, vagy hát gyakorlatilag akármelyik bőgbá műtrágyaszóróval. Igen, igen, pontosan, egyenletesen tudja kijuttatni az anyagot. Ami újdonság még, bejelentették, hogy 2024-től minden bőgbá kap 7 éves váz garanciát. Maga a váz egyébként egy irdatlan erős váza van a gépnek, és ez körbe öleli gyakorlatilag a puttony, tehát a traktor oldalról, illetve előről is, tehát gyakorlatilag egy bölcsőbe, itt látszódik a váz, egy bölcsőbe van beültetve maga a puttony. Itt létra is van, hátsó létre, hogy meg tudjuk közelíteni a gépet, illetve lehet egy rács standardként itt ebbe az alsó magasságában van, illetve fönt a tetején is lehet opcióként egy magasabban lévő létre. Köszönöm, hogy megnézték a videónkat. Tekintsék meg a honlapunkon, további információkat találnak a bögbállal, illetve egyéb gépeinkkel kapcsolatban. Nagy Márk voltam.